Sziasztok! Üdv mindenkinek az Agile Tips with Balázs Ferenc csatorna legújabb adásában, és ezúttal élőben és élő vendég, de remote-ból, Dr. Birloni Feri, Ausztráliából. Amivel Ferivel elkezdtünk együtt dolgozni, az az AI bevezetése, az AI-jal kapcsolatos transformációk, szervezeti felépítés és szervezeti integrációja az AI-nak, az Artificial Intelligence-nek, ugye a mesterséges intelligenciának és ennek alkalmazásainak, és természetesen 10 plusz éve már együtt dolgozunk Ferivel az agilitás világában is, és azon törpöltünk nem keveset, hogy hogyan lehetne összekapcsolni az agilitást, az AI-t, meg az ehhez kapcsolatos, vagy kapcsolódó szükséges transformációs feladatokat, feladványokat. Tehát elő is állt ebből egy kerek egész transformációs módszer, az AI módszertan égisze alatt, és arra fogunk most beszélgetni, hogy hogyan csináljuk ezt, mit csinálunk, mit nyer vele a szervezet, mik a nehézségek, mikre kell odafigyelni, egyáltalán mivel jár az egész történet, meg talán egy picit arra is kitérünk, hogy mivel jár, ha nem csinálja valaki, és nem foglalkozik az AI transformációjával. Oké, Feri, rögtön tiéd akar az első kérdés. Melyik irányból akarod megközelíteni? Köszönöm a felvezetőt. Talán még annyit, hogy az én hátterem amellett, hogy nagyszerű agilis coachok nőttek ki a tréningjeim és a workshopjaimból. Emellett egy technikai hátterem van, és a TUK Egyetemen szereztem a doktorimat az IT világából, Mathematical Engineering and Information Physics, és utána is technikai oldalon, illetve termékmenedzsment oldalon és projektmenedzsment oldalon helyezkedtem el, tehát ez a háttér. És az AI-jal pedig az egyetem óta foglalkoztam, már ott is érdekelt, ugye akkoriban még ez az akkori hatalmas, egyébként lehetne talán azt mondani, hogy hype, de gyakorlatilag beleépült a mindennapjainkba, akkor még fázi logikának hívták, és ha még emlékszik rá valaki, akkor ugye a 90-es évek közepe táján még a rizsfőzők voltak a legismertebb felhasználási területei a fázi logikának, hogy az ezzel a technológiával szállított rizsfőzők milyen nagyszerű dolgok voltak. Hát az AI ennél egy keményebb hátteret biztosít most a cégeknek, és egy keményebb kihívást. Így gyakorlatilag az AI journey, amiről most szó van, talán az első és a C-szintet jobban megszólító első kérdés, hogy egyáltalán mi az AI journey, és miért kéne vele foglalkoznom, volt, hogy feltett ezt a kérdést. Igen, és egyben egy kicsit fordítunk is, tehát a C-szint az azt jelenti, hogy egy vállalati felső vezetői szintet célzunk meg. Bocsi, Feri, nára úgy időnként fogok fordítani, hogy nehogy ott meg eltévedjünk itt a két nyelvű környezet miatt. Oké. És nem is csak ezt a C-szintet, ezt a felsővezetői réteget érinti ez meg, ez a kérdése, hogy mi az AI journey, és egyáltalán miért vágnánk bele. Uh-huh. Ez ugyanúgy megjelenik a product managerek, a product line management és az agilis világban is, az agilis coachok világában is, hogy egyáltalán mit lehet ezek, és mit kell ezzel kezdjünk. Én azt a kérdést tenni, hogy egyáltalán mi ez az AI journey. Egy pillanat, de ha már ezt a céllevelet így előhoztad,